A szárazság nem kíméli a határ egyéb értékeit sem. A nagyértékű vadállomány ezekben a hetekben állandó gondozásra, ellátásra szorul, hallottuk Szabó Pál fővadásztól. A vad meg minden élőlény víz nélkül ugye nem tud élni. A területünk ugye 26.194 hektár a vadgazdálkodásra alkalmas területünk. Durván mondhatom, hogy egyharmadán nagyon nagy probléma a vízhiány. Ez tájolva a Kumadarasi út jobb oldala teljesen a 4-es számú főútig. Ezen a részen szinte mondhatni, hogy minimális a területünkön a víz. Beregfürdő alatt van, illetve teljesen bent a városunk alatt. Erre nekünk reagálnunk kell, mert a vad gazdálkodáshoz hozzátartozik a vadigényeinek a kiszolgálása. A területünkön több helyen most is mesterséges itatókat létesítettünk, és folyamatosan pótoljuk a vizet úgy a régi fácán nevelők mellett található fúrott kutakból, vagy hogyha ilyen nincs, a vad által rendszeresen járt természetes víz megállások, ezek legtöbbször ilyen kocsinyomok, vagy mélyebb, laposabb részek, ezeket folyamatosan pótoljuk vízzel, hogy átsegítsük ezen a nehéz perióduson a vadállományt. Ez a nehéz periódus ugye most hatványozottan igaz, mert nagyon nagy a meleg. Ebben a melegben ugye a vegetációs víz is kevesebb van a területen, mondhatni, hogy nincs harmat, ezáltal a vadállománynak a víz ellátása nagyon nagy problémát okoz. A vadetetés közismert téli ellátási forma, a nyári vaditatás sem ismeretlen, de csak mostanában lett általános, sőt életmentő. Volt már korábban is, de ekkora problémát ugye, mint ami most kialakult, még eddig nem okozott. Ugye régen, aki ismeri a karcagi határt, tudja, hogy a Beregfürdő alatt is volt egy hatalmas linárpálya. Ez a linárpálya megszűnt, ott a víz magyarán, a Németéri csatornából teljesen mélységbe bejött a területünkbe. A másik, nekünk a 4-es brigád területe, tehát a Tilalmasi út jobb oldala, ott is a régi ristelepek megvoltak, a vízellátás sokkal jobb volt, mint jelenleg. Most ezeket a problémákat próbáljuk megoldani, de nagyon nehéz. Ezeket a, úgymond erőlködünk, tényleg azt csináljuk, nincs meg az a csatorna, hálózat, ami normális, tiszta vizet erre a területre behozhat, vagy behozna. És ténylegesen az van, hogy mint a felvezetőben is említette, hogy a mezőgazdaság és a vadgazdálkodás nagyon szorosan összefügg. Amikor jó év van a mezőgazdaságra, a vadállományra is könnyebb időszak van, viszont amikor a mezőgazdaságnak rossz, akkor a vadállománynak is rossz, és jelen körülmények között, jelen időszakban ténylegesen a vízhiány, ez a hatalmas szárazság, ez az aszály komoly gondot okozhat. Elhullást nem észleltünk még, tehát még most elhullást nem okozott ez az aszály, sikerült áthidalnunk, de még azért hosszú lesz. Hosszú, én szerintem mindig ez az augusztus még bekeményíthet úgy meleggel, mint csapadékhiánnyal. A súlyossá vált vízhiány egyenlőre nem okozott apadást, mondják a vadászok, akik rendszeresen számolják az állatállomány egyedeit. Ennek alapján határozzák meg ugyanis a majdani vadászsákmány nagyságát. Érdekes, természetesen figyeljük. Folyamatosan, mert nekünk az adott évi szaporulathoz kell igazítanunk a vadászható vad mennyiséget. Tehát becsüljük az állomány nagyságát, egészében figyelemmel kísérjük a vadállományt. Az őz vonatkozásában a szaporulat jónak mondható. A gidák fejlettek, sok az ikergida, ami az őznél ugye sűrűn előfordul, viszont az egyes gida, vagy a gida hiánya mutatja, hogy valami gond van. Ilyet az idén nem észleltünk. Mezei nyúl tavaly előtt nagyon gyenge volt, hál' Istennek az idén látunk nyulat a területen, fogjuk is hasznosítani, de a mezei nyúlnál el kell mondani, hogy mindig az augusztus vége, szeptember elejé időszakban szokott a nyúl a területünkről eltűnni, ha eltűnik. Ez vagy betegség, vagy egyéb, de még ezt ugye nem tudjuk megmondani, hogy milyen nagyságrendű. Mindenképpen hasznosítani fogjuk a nyulat, és ezáltal szeretnénk elkerülni a mezőgazdasági kárt okozást, ami télen vagy tavasszal is akár jelentős lehet. Mindenképpen annyi nyúl maradjon a területünkön karcagon, ami szaporodóképes, fönnmaradó állomány, viszont a gazdálkodókkal a jó viszony megőrzése miatt ne okozzon problémát. A nyúlnál ugye tudni kell, hogy nem egy egyenletes eloszlásban van jelen a területünkön, hanem úgynevezett gócokban több van, helyenként bizony sajnos nincs. Nemhogy kevés van, nincs. Ezeket a gócokat meg fogjuk vadászni, olyan mennyiség maradjon, hogy ne okozzon bajt. Fácán, ami még fő vadfajunk, ebben az évben kevesebbet találunk a területen szaporulatot, de ugye fácán mindig elmondtam, meg most is elmondom, hogy a fácánnal kicsit kedvezőbb a helyzetünk, mint teszem azt a nyullal vagy az őzzel, mert fácán tudunk nevelni. Az idén is nevelünk fácánt, 2600 darabot, ezt kivisszük a területre, ezáltal
a tagságnak és a ide látogató külföldi bérvadászoknak teremtünk vadászati lehetőséget, úgy, hogy a természetben kint levő állomány ne érje akkora nyomás.